481 millió eurós veszteséget jelentett az első negyedévre az európai repülőgép gyártó, az Airbus. A vállalat több ezer alkalmazottját küldte fizetés nélküli szabadságra, új hiteleket vett fel, miközben a légitársaságok egyre másra mondják le a megrendeléseiket. A teljes légiutas szállító szektor óriási bajban van. A Flight Global nevű szakmai kiadvány főszerkesztője szerint a járvány nagyon megrostálja a piac szereplőit. Hosszú távon valószínűleg számtalan csődöt és összeolvadást fogunk látni. Rövid távon sok légitársaság túlélhet még a hitelek újra struktúrálásával, vagy kormányzati segítséggel. A szakértő szerint alsó hangon 2-3 évbe telik, amíg az iparág újra a korábbival összehasonlítható forgalmat fog bonyolítani. De hosszú távon a turizmus is visszatér, ha az emberek újra biztonságosnak tartják majd az utazást. A légiutas forgalom először a fő útvonalakon indul újra. Azok a másodlagos útvonalak, amelyeket az elmúlt években vezettek be, legutoljára térnek vissza. A német kormány szerdán június 14-ig meghosszabbította azt a korábbi ajánlást, mely szerint állampolgárainak nem javasolja a külföldi utazást.